A szabadkai Koza Eszter a 14 hónapos kisfia járásával és etetésével felmerülő problémákkal kapcsolatban fordult segítségért a Szabadkai Egészségház fejlesztési tanácsadó központjához, és azon belül a családközpontú kora gyermekkori intervenciós csapatához. Ami nekem nagyon fontos volt, hogy nem kellett több helyre, hogy elvigyem a gyereket, és különböző szakemberekkel találkozni, hanem itt együtt meg tudták oldani, vagy se tudtak nekünk segíteni, mivel nem csak egy szakember dolgozik külön-külön, hanem összedolgoznak. A szakemberek kozáikat útmutatással, tanácsokkal igyekeztek ellátni, hogy kisfiúk fejlődését minél hatékonyabban támogathassák. Az intervenciós csapat 10-10 gyermekkel foglalkozik jelenleg óvodában és az egészségházban is. Ez a módszer magába foglalja három intézmény együttműködését, az egészségügyi, a szociális központi és az iskoláskor előtti intézmény működését, és mondhatom, hogy ez a program, ez a nemzeti program egy szorosabb együttműködést alakított ki úgy az intézmények között, mint a szakemberek között, hiszen közösen támogatjuk a családot. A Szabadkai Vojput Kft. 4 millió dinárral támogatta a Szabadkai Egészségház fejlesztési tanácsadó központját, amelyből egy személygépkocsit, valamint felszerelést vásárolhatott az intézmény. Danas sa ponosom mogu da kažem da je razvojno savjetovalište dobilo potpuno novu opremu i da je dobilo potpuno novo vozilo posredstvom donacije koji će služiti našoj deci, dakle tim integrisanim uslugama, da će se vozilo koristiti za potrebe dece koja da će ići u razne prigradska naselja i da je zbog toga strašno značajno. To do sada nismo imali, to je jedna novina. A szerb egészségügyi minisztérium már korábban összeállított egy kora gyermekkori nemzeti fejlesztési programot, amely szerint Szerbiában minden regionális központ egészségházában egy fejlesztési tanácsadó nyíljon a szabadkai mintájára, amely már 1961 óta működik. Ez azért fontos nekünk főleg, mert valahogy úgy próbálunk, hogy a kora gyerekkori fejlődésnek a problémáival foglalkoznak, és ezek az intervenciók a tudomány szerint úgy bizonyultak legjobbaknak, vagyis legmegfelelőbbeknek, hogyha a családi körbe, esetleg az iskola előtti intézményekbe bonyolódik le, mert valójában a szülőket is ezzel megerősítsük, és 1-24-1-7-365 nap alatt ott tudnak lenni, segíteni a gyerekeken, és sokkal könnyebben boldogulnak az életbe. Szerbiában mintegy 60 ezer 6 éven aluli fejlődési zavarokkal küszködő gyermek él. Ennek mintegy 70%-át zárkóztathatja fel sikeresen az országban jelenleg mintegy 15 fejlesztési tanácsadó központban dolgozó szakember.